Remek évet zárta a tavalyi szezonban az ASEM NB1B-s sakcsapata. Dobogon végeztek a bajnokságban. Idén is megkezdődtek a csapatversenyek. Jól kezdtek, hiszen míg a másodosztályban a negyedik fordulón vannak túl, addig az első osztályban most rajtolt a megmérettetés. Így visszajátszhattak a játékosok, aminek meg is lett az eredménye. 3-ból 3 győzelmet arattak Berta Tiborék. Mai mérkőzésünk az kicsit másképp néz ki, ugyanis az M1-es csapat, ahogy mondtam, most kezdett. Ennek köszönhetően ugye a M1-es játékosok távoztak a csapatomból, illetve néhány hiányzója van az M1-es csapatnak. Ugyan külföldiekkel pótolták, de egyik alapemberemet, a Dankázi Andrist is el kellett, hogy vigyék a csapatból. A mai ellenfelünk pontosan mögöttünk áll a második helyen a mostani bajnokságban. Rangadónak minősíthető, függetlenül attól, hogy ők újoncok. De olyan újoncok, akik már megjárták az NB1-t, olyan játékosokkal, akik már rendelkeznek tapasztalattal. Kiki mérkőzést várok, nem bocsátom jóslásba, nyilván szeretnénk nyerni, de sok mindentől függ, hogyha az elején az első osztályban sikert megtartanunk az ellenfelet, hogy ott erősebbek, úgy gondolom, hogy a hátsó táblákon képesek lehetünk a magunk javára folytatni a mérkőzést. Én bízom benne, hogy a folytatás sikeres lesz. Nem vált be Berta Tibor jóslata. 8-4-re kikaptak Biatorbágytól a paksiak. Így 3 győzelemmel és 1 vereséggel a második helyen állnak jelenleg a tabellán. Keretünk egy picit változott azzal, hogy a Szente Varga Fuzsina visszatért Olaszországból. Ugye kint volt egy évig, ott tanult. Ő mindenféleképpen erősítése lehet a csapatnak. Illetve ami reménykeltő, van egy nagyon tehetséges fiatalunk, a Tancsa Tamás, ma kezdi megkezdte a tavaly pályafutását, de mai nappal fog tartósabban szerepelni a csapatban, ugye most ugye van hely az NB1-es játékosok támadása miatt. Mindenféleképpen erősítésnek gondoljuk őt, hogyha játszani fog. Ezt az edzők véleményére alapozom én. Úgyhogy velük mindenféleképpen bővült a csapat, úgy gondolom. Egy ifjú paksi reménység is asztalhoz ült, a mindössze 11 éves Tancsa Tamás 5,5 éve ismerkedett meg ezzel a sporttal. Napi 8 órát sakkozik, mondja. Az edzéseken és a partikban is a taktikázásban kimagasló. Az ifi tábla stabil tagja lehet a jövőben. Kiderült, hogy a 11-es táblán fogok játszani, ezért az utolsó pillanatban tudtam meg, és elég nehezen tudtam így készülni. Hát, és harmadszorra ülök az asztalhoz, egyszer kikaptam, és egyszer megnyertem. Tóth Gergely már 10 éve stabil csapattag, bár egyetemi évei alatt kissé kijött a játékból. Én 6 éves korom óta sakkozom, mikor elkezdtem az általános iskolát, akkor ismerkedtem meg igazából a sakkal, és a legjobb évem a csapatbajnoki szempontjából a gimnázium évek végén volt, és remélem, hogy most, hogy befejeztem az egyetemet, egy kicsit több időt tudok viszont fordítani a sakra, és egy kicsit vissza tudok jönni a játékba. Az NB1B-s csapat legközelebb decemberben Tapolcán, míg az élvonalbeli gárda Budapesten a pénzügyőr vendégeként ül asztalhoz.